történelem tanúsága szerint az igaz embernek, de mindenek előtt az igaz művésznek, írónak, építő, képző és zeneművésznek mindenütt a világon, minden időben és minden körülmények között a sors által rendeltetett kötelezettsége volt, van és lesz, hogy a maga népének és szülőhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával szülőhazáját és annak népét megbecsült hagyományaik szellemében hűségesen szolgálja. Ezt vállaltam és cselekedtem, nem mást és nem többet. Kós Károly önvallomásával köszöntöm nagy szeretettel mindannyiójukat, akik eljöttek ma este hozzám a Magyar Kultúra immáron a héten harmadik rendezvényén, az Iseszegi Művelődési Otthonban. Külön köszöntöm a kiállítás megnyitóján közreműködőket, a Gaudium Carminis Kamarakórus, Kántor Zsoltot és Fodor Gergőt, Hajdú Zsoltot és Ecseri Gábornét. Könnyebb utakra,
sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet járni. De én itt maradtam a hegyek között. Járom a tövises ösvényt, és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél, és perzselt a nap, és nem sokára talán utolsó leszek az utolsók között. De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elmihentem, erős, ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők, és nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. Mert erősek lesznek. Hatalmasok és magyarok. Az én lábam nyomát pedig eltemeti a kó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló virág, virágos lesz a domb, mindig tudom. És emlegetni fognak engem is, apáimat is az én véreim. Az én munkámat folytatják ők, és az én életem örökké való lesz benne. Igaz ember művész tudott maradni, halljuk munkásságát, az építkező zsenit, Kós Károly munkásságát méltatja Barkai Zsuzsa, a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény igazgató helyettese. Szinte minden magyar család járt már legalább egyszer a fővárosi állatkertben. Ott van, amennyien gyönyörködhettünk a madárvilág sokszínűségében, levettünk a majmok játékos mozdulatain, éreztünk álmulattal a vegyes elismerést a zsiráfok vagy bölények láttán. Legtöbbünknek azonban eszébe sem jut,
hogy az egzotikus állatok otthonát egy magyar zseni építette, aki nem csak épületeket, de lelkeket is emel. Nem csak háza, de hazát is épített. Kós Károly. Nem született sem erdélynek, sem magyarnak, sem írónak. És mégis mindhárom területen a legnagyobbak közé emelkedett. Polihisztor volt ő a szó legnemesebb értelmében. Építész, író, grafikus és közéleti ember. 1883. december 16-án Temesváron született a német származású Karl Kost posta tisztviselő egyetlen fiaként. Nem megegyezett édesapjáival, csak később változtatta Kós Károlyra. Különböző iskolákban szerezte meg alapműveltségét, de a legnagyobb változást a kolozsvári Farkas utcai református kollégium lépőre váltotta ki belőle. Ez az iskola igaz kohó volt, ahol lelke magyarrá égett. Így szerzett életre szóló magyar identitást. Budapesten 2 évig volt a József Nádor Műegyetem mérnök hallgatója. Ezután már szülei ellenezték, átiratkozott az építész szakra, ahol hihetetlen szorgalma, tehetsége hamarosan a legjobbak közé emelte. 3. és 4. évesen már mind tanárai, mind iskolatársai elismerték kiválóságát, sorra nyerte a versenyeket. 1907-ben szerzett diplomát, erdélyi kalotaszegi körútra indulva ezután, ahol aztán egész életét meghatározó élményeket szerzett. Budapesten 1912-ben tervezte meg a Bekerle munkás és tisztviselőtelep kapuzatát és központját, amely ma tisztelegre emlékének a Kós Károly tér nevet viseli. 1916-ban őt bízták meg a 4. Károly koronázási ünnepsége díszleteinek megtervezésével is. 1917-ben és 18-ban állami ösztöndíjasként tanulmányokra utazott Isztambulba. Mikor hazatért, Isztambul névvel várostörténeti cikket jelentetett meg. Ekkor ajánlották fel neki a Budapesti Iparművészeti Főiskola építészeti tanszékének katedráját is, amelyet hamarosan el kellett volna foglalnia. Ám éppen ekkor érte sok hatásként az országot a trianoni szerződés életbe lépése, amelynek értelmében Erdélyt elcsatolták Magyarországtól. Életét 94 évesen, 1977. augusztus 25-én fejezte be Kolozsváron. Utolsó útjára a Házsonvárdi temetőben koporsóját kalotaszegi népviseletbe öltözött férfiak vitték vállukon, és fejük fölé emelt koszorúkkal csodálatos viseletre öltözött lányok kísérték. Építészeti munkásságáról egyszer így nyilatkozott. Nem gondoltam másra, és nem tettem más, mint szeretettel és lehető legnagyobb hűséggel felrajzoltam benne úgy, ahogy láttam, és ahogy tudtam. A kicsi kalotaszeg világát, a hegyeket, az erdőket, a földet és a népet, amelyet én vállaltam, és amelynek mindent köszönhetek, ami bennem emberi és művészi érték. Thank you.
befogadó szeretettel 20. századunk egyik legnagyobb hatású építész, író, grafikus, közéleti ember, vagy leginkább polihisztorának munkásságát kiállítást a Magyar Művészeti Akadémia biztosította számunkra. Érezzék jól magukat, majd köszönöm.